Sziasztok, Zsozi atya vagyok, és ez itt a Döbrau játék, aminek a története pedig a következő. Ugye a játékban egy ilyen kalapos, Vilmos, ilyen pacalarcú fiatalemberrel megyünk, és a történet szerint a szovjet és amerikai konfliktus közepette nagy háborúban állt ugye a két társaság, és ezt az időpontot választották a pacalarcú UFO-k, hogy megszállják a Földet, és az amerikai hadsereget lefejezvén nem számítottak arra, hogy az FBI egy különleges csoporttal készül erre a különleges helyzetre, amelynek Vilmos cimboránk a hihetetlenül kemény Willy, mint vezére küzd az UFO-k ellen, nagyon esztétikus és erotikus kinézetű UFO-k ellen. Ennél a pillanatnál vártam, hogy kilép a sötét köpenyes, kissé aszmás jellegű szuszogással bíró fiatalember az űrhajóból, és mondja, hogy apa, én vagyok a Lukad, de sajnos ez nem történt meg. Ugye a játék az egy kissé ilyen taktikai TPS FPS módban, illetve FPS nézetből, ugye itt még nem tudjuk irányítani a cimboránkat. Közben nézem, hogy most mi van. AD. Várjatok, valamit izé van. Szar került a palacsintába. Ja, így, aha. Aha. Meg is vagyunk. Vilmos, a fürgelábú, elmenekül az UFO-k karmai közül. Ugye, még nem találkoztunk a cimboránkkal, akit későbbiekben irányíthatunk, illetve ó, micsoda göbzi, akit tudunk majd irányítani a későbbiekben. De bizakodjunk. Ott valaki nagyon lézerezik, gyerekek. Tényleg olyan, már csak ez a hang hiányzik, és tiszta Star Wars. Amikor lőnek, hogy gyerünk. Gyerünk, Willy. A zsebedben biztos, hogy van egy Billy. Ezt nézzétek, ja, azt hittem, mondom, itt egy nagy hús darab, azt hittem, hogy egy dinoszaurusz comb van itt rántva, ugyanis ez egy konyha, de nem. A narkolepsziás NPC-k elaludtak, sajnos szegények mély álomba zuhantak. Akkor menjünk tovább. Az meg úgy bebaszott, hogy elaludt a biliárdasztalon, de még majdnem belökte a csíkosat középre. Ahogy látom, erre kell vajon mennünk, erre. Megy D! Ó! Mi a pokol? Willy, nyugalom. Az a kedvenc víztornyom volt, gyerekek, a környéken. És Leont bomlasztották. Sajnos, amikor ment a játék, egy ilyen hirtelen lagszerű dolog történik. Ó! Lelőtték! Lelőtték szegény Jóska gyereket. Ó, micsoda púzója van az UFO-nak, gyerekek! Az ám a koffer! És milyen esztétikus a vérük! Ilyen influenzás takonyra emlékeztet. Kivégzik minden ilyen kék nyakláncost. Van nekik ilyen kék nyakláncuk. Azért jöttek egyébként az UFO-k, hogy elrabolják Medvecki Ilonát és Kiszel Tündét, hogy mintát vegyenek a szemöldökéből. Megpróbáljuk, hát gyerekek, nem tudom, én nem megyek szerintem a búcsúba ilyen pálcákra lőni. Egyrészt azért, mert el van görbítve a csövük, másrészt meg úgyse találik el semmit. Ennyi erővel, mint ahogy most itt előadom ezt a lövöldözést. Tessék, most is az ajtófélfát lövöm. Legalább meg tudjuk nézni. Ismét egy mentés. Meg tudjuk nézni, hogy hogy néznek ki ezek a Dasist UFO-k. Nagyon-nagyon helyes. Hát rájuk férne egy pedikűr manikűr, ahogy nézem a lábokat és a kezüket. A retek beette magát a körmük alá. Szégyen, szégyen! Na, meg is jöttünk valahova, nem tudom, ez nemzeti dohánybolt. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit. Ó, itt a cimboránk. Biztos ezt tudjuk majd vezérelni.
Miért nem rám nézel, amikor hozzá beszélsz, köcsök gyerek? Mondhatta ezt is, de nem mondja. Ó, telefonálunk. Nyilas Misit hívjuk a TV2, Tele Józsda, jó napot kívánok. A családomon egy rontás van, és nem találom a pöttyös tanga bugyimat. Merre van? Mondja meg, legyen szíves. Azt mondja, ott van az olvasó polcon, a könyvek mögött a bugyi, mert elrejtette a macskám, mert az a kedvenc bugyja. A rontást és a pénzenergiát is elküldte, tehát köszönjük neki ezúton is. Na, merre kell menni? Menjünk erre. Exit. Das ist exit. Ó, hobbitnak való ajtó, küszöb nélkül. Furcsán néz ki ez az ajtó itt, nem? Na mindegy, menjünk tovább. Ó! A nagy málnaszörp koncentrációt kilőtte az űrhajó. Hatalmas málnaszörp gombócokkal bombázza az emberiséget, ezzel fölvíve a cukorszintet és szívelégtelenséget okozván. Vigyázz, ott a sűrített paradicsom. Elmenekültünk nagy nehezen. Vili a kemény megmenekült. Nyissam ki az ajtót, jó? Ismét egy save. Ó, itt van egy olyan fegyverzetünk. Ezzel aztán lehet mulatni. Na, itt egy kis tutoriál. A squad commander lives and dies by their choices on the battlefield. Charging into combat only gets a brave soldier shot. If a commander wants to achieve... Olyan hangos volt, hogy el kellett nyomnom, ne haragudjatok. Nyissuk ki az ablakot. És ismét a kék nyakláncosok. Én nem adom kiszel tündét, megvédem bármi áron. Úgyhogy szétlövök mindenkit. Ennyi? Ennyi, akkor menjünk tovább. Füstös a levegő. Pedig tilos dohányozni ebben az épületben, de mindegy. Közben mutatja itt villog pirosan, hogy 25 darab töltényen maradt csupán. Ó, egy instant zuhany, ránk fér igazából, mert tiszta vér az ingem is. Most mi van? Ismét egy mentés. Ó! Ott vinnék a izét a zsák. Elvitték? Ezt hogy engedhettem meg? Csinálnak belőle egy toros vacsorát. A csávóból. Szomorú. De a templom világít, gyerekek, vagy az nem templom? Nem, az nem templom. Azt hittem, hogy... hogy a hit, az megment még minket. F5. Megnyomtuk az F5-öt, és történt valami. Menjünk a lifthez. Megint save. Nem tudom egyébként mentéstén miért lakkol a játék, de ez tarthatatlan állapot. Ú, málnaszörp koncentráció a tankokra. Megsemmisültek. Öcsém, hát mi történt veled? Te se most a nyáron barnultál, kicsit odakozmált a srác. Ezért nem jó, gyerekek, a szolárium. Nézzétek meg, így jártok. Ez is álló szoláriumba ment. Megint elnyomom, mert ordítani fog, bocsi. Na. Aha, itt valami trükköt kell alkalmaznunk. Ja, itt tudjuk irányítani a cimboránkat. Miért áll föl? Ez hülye. Várjál, hogy kell vele menni? Kettes. Jó, gyere el idáig. Kúszásba, lapos kúszásba. És itt pedig... Hát elég nekünk az. Most mi van? Egyes. Hú, most ezt nem nagyon értem. Itt pedig tűz. Tss. Mi? Kilőtte az embert? Hát ez viszont kaksi, gyerekek. Nem tudom, mi történt most. Ja nem, az ott szalad. Aha. És innen lőjed. Bam. Na nézzük, hogy végzél a feladatot. Ó, nice. Nice shot, pacalarc.
Jönnek a kis ufóink. Széttunkolom őket. Nesze. Szemen lőttem és ott áll még. Ú, milyen teátrálikus halála volt, láttátok? Nagyon színházas gyerek ez az ufó. Állórecsintettünk némi ólommal a srácot. Ismét egy save. Regroup. Uraim. Das ist uraim. Így elhamvadnak az UFO holttestek. Ide kiborult egy kis izé, csemperagasztó. Hát nem tudom, ki fogja ezt felszedni, hogyha megszárad. Komolyan. Ó! Micsoda fejetlenség. Ezt a kék nyakláncot elvinném a diszkóba, élennék az ász, érted, ott világítanék. Nos, srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ennyi volt ez a videó. Ha tetszett a videó, kérlek lájkold, esetleg tösztelj meg azzal, hogy feliratkozol. Köszönöm, Zsozi atya voltam, szevasztok!